Felszívódó implantátummal már egy ideje műtenek gyermekkori töréseket a Pécsi Tudományegyetem gyermekgyógyászati klinikáján. Most egy új magnézium-kálcium alapú felszívódó implantátumot próbáltak ki hazai és külföldi szakemberek az Egyetem Anatómiai Intézetében, ami egy újabb előrelépés lehet a gyermekkori törések kezelésében. Óriási megtiszteltetés számunkra, hogy a Pécsi Tudományegyetemen lehetőséget kaptunk, illetve a szponzor cég lehetőséget biztosított, hogy itt kerüljön először bemutatásra, itt próbálhatják ki neves szakemberek az ország különböző területeiről. Generációjában tekintve ez a legújabb felszívódó implantátumokhoz tartozó, magnéziummal átitatott implantátumról van szó, amely az eddigi eszközökhez képest annyiban jelent újdonságot, hogy látható a képerősít alatt, tehát a röntgen ellenőrzés alatt látható, hogy hol van teljes hosszában ez az implantátum. Ez megkönnyíti a sebésznek a tájékozódását, illetve a töréshez való viszonyát. Ezen kívül nagyon fontos tulajdonsága, hogy a felszívódó implantátumok előfúrást igényelnek, úgy ez az implantátum önmagában bevezethető, tehát a fúrófejbe fogható, és önerővel bevezethető a csontba. Szerencsére kialakult egy olyan emberi kapcsolat és egy olyan kutatásfejlesztési kapcsolat részben az Országos Intézet, részben Pécs és talán néhány kollega együttműködésével, amiért mi belekerülhettünk ebbe a kutatási folyamatba. Leginkább a klinikai kipróbálás szintjén, talán a legizgalmasabb részén. Azt, hogy hogyan kell beletenni, hogy a behelyezés közben milyen szövődmények fordulhatnak elő. Milyennek a valódi haszna. Most azt reméljük, hogy talán ez a magnézium-kálcium alapú implantátum, ez fel is szívódik, nincsen meg a lágyrész irritációja, nagyon jól fog stabilizálni, és talán nem kell külső rögzítés, azonnal tudja használni a gyerek a kezét. És már most beszélgetünk, hogy üvegből készített, felszívódó, fém üveg keverékével működő implantátumokat még fejlesztenek, ez lesz majd a kutatás jövője. Akár a felnőtt baleseti sebészetben tért kalácstörések, a könyöktáji törések, lábközépcsonttörések, ahol eddig lényegében ezeket a műtéteket csak hagyományos fémimplantátumokkal lehetett elvégezni. Most már megnyílik a lehetőség, hogy akár ilyen anyagokkal is el tudjuk végezni ezeket a műtéteket. Pontosan ugyanazokkal az erőnyökkel, mint gyerekek esetén, nem okoznak bőrirritációt, nem okoznak fémallergiát, és nincs szükség egy második műtétre az eltávolításukhoz. We'll be right back.